Ha lejött a frissítés, itt van a következő szezon a második fejezetben. Hát az első fejezet az elég hosszú volt, de akkor végre megérkezett a második szezon is. Előtte nézzük meg, hogy a Save the World ingyenes-e? Hát még mindig nem. Pedig emlékszem rá, amikor még ígérték, hogy az ingyenes lesz. Na lássuk a Battle Royale-t, mi az újdonság. Oké, itt vagyunk az ügynökségbe. Wow. Ilyen lesz most már a főmenü? Ó, ilyen majd Deadpool is. Én mondjuk a titka a Battle Pass outfitnek, hogy ez mi ez? Jó, előtte nézzük meg, mi újság. Van, ha nem veszem meg a betölpez. Ilyen akkor itt a főmenü. Második fejezet, első szezon, ugyanúgy itt a punch card, ugyanúgy itt a medal punch card és az XP küldetések. Lássuk, játékmódokban van újdonság, a Team Rumble az itt van ugyanúgy, majd azon fogunk menni egyet, a betölpez itt van, challenge table, betölpez, daily assignment, agents, upgrade volt, coming soon, itt lesz még valami újdonság. Oké, okay. Itt is van valami kérdőjeles, ez mi ide megyek először. Ez hova vitte? Ez be se töltött, ez beragadt. Ez még nincs a... Ja, de. Jó. Csak betöltötte a komputer. Ez Deadpoolnak a Avengers. Ez mi? Mi ez? Wade? Wade Wilson? Hogyha szeretném látni Deadpoolt újra, akkor kell a Battle Pass is. De kemény. Na jó, itt akkor ilyen ez a Battle Pass, van itt a versenyzés, aztán a locker az úgy tűnik maradt ugyanúgy, item shopba, azt hittem Deadpool, nem az item shop, mert az nagyon jó, hanem item shopos, mondjuk, én örülök neki. A karrier az így maradt így, és a V-Bucks van még itt. Na jó, akkor azt már ott megnéztük, ott mi van, Upgrade Vault, nézzük meg a kamrát, hogy lehet itt fejleszteni. Építsen meg Maját, ezt én tudom. Vásároljam meg a Season 2-es Battle Pass-t, és utána nézem meg, teljesítsem a kihívásokat, és utána állítgathatom a haját, tetkót, teljesen minden testre lehet szabni. Ez a Coming Soon, ez itt valami versus, hát lehet ez az ilyen Search and Destroy-os játékmód lesz megint, nem tudom. Daily Assignment, ezek a napi kihívások lesznek, blow up, fel kell robbantani egy horgászó helyett egy robbanós fegyverrel, oké. Okay. Ott az ügynökök vannak itt ebbe a sarokba, itt vannak 1, 2, 3, 4, lehet menni az egyes ügynökkel? Ó, ez most mi? Mik ezek a küldetések? Ez csak egy betöltés volt, itt van Brutus, na neki is lehet akkor, ja, hogy lehet a Shadow vagy a Ghost, mind a kettőt fel lehet oldani majd, vagy ki kell választani az egyiket, hogy merre fogunk tovább haladni. Nézzük meg ezt. Meg kell venni a Battle Pass-t, elérni a 20-as szintet és 18 küldetés. Lehet, hogy mind a kettőt fel lehet majd oldani ilyen küldetésekkel. Itt a challenge table, a challenge az. Jó, itt vannak a challenge-ek egymás után. És akkor itt vannak az ajánlottak, a napi kihívások, meg az összes. Itt így mutatja őket. És itt van bal szélen. Pont kitakarta a fejem, de most már így láthatjátok, hogy mennyi sok kihívás van. Landoljunk itt, és akkor most nem mutatja, hogy ezek az egyesek, például ez egy kihívás, hogy ezeken a helyeken kell landolni, aztán vannak itt még továbbiak is. Jó, ez nem rossz, és a Battle Pass nézzük meg akkor, itt van, és láthatjuk a feloldásokat. Először itt van Maja, utána meg ugyanúgy az egyes tírnél itt van Agent Peely, utána itt van egy ingyenes Call Me, felhív minket, aztán egy betöltőképernyő, ez a Contrail, jól van, V-Bucks, utána a hátitáska, egy banános, itt van egy rap, aztán zene, majd a spice, azok a kémes, most nagyon ilyen kémes ez az egész Battle Pass meg ez a szezon úgy tűnik, itt van ez a harvesting tool, következő tízesnél megint V-Bucks, betöltőképernyő, hátitáska, graffiti, itt van egy glider, jól látom, igen, a pénz jön kifelé. Volt pedig ez a játékmód, a getaway játékmód, ha jól emlékszem, az volt ilyen kémes összeállításuk. 20-asnál itt van Brutus, következőnek megint ilyen betöltőképernyő, V-Bucks, hátitáska, egy banner, egy emote, aztán egy glider, ez ilyen bombás, oké. Okay. Aztán, ha bár ezen rajta lesz, vagy ez hogy? Rajta fog ülni a glideren, nem pedig kapaszkodik rajta? Hát érdekes lesz, itt ez a piros skin, hú, de jól néz ki, ez meg a Borderlands-re emlékeztet. V-Bucks, 30-asnál pedig itt van egy ilyen pickaxe, következő, Contrail, egy ilyen glider, banner, Agent Peely-nek a Ghost, nagyon ügynökös, V-Bucks, átitáska, spray, zene, aztán egy tánc. Ja, nem rossz, 40-esnél TNT-na, TNT-s, betöltőképernyő, rap,
Itt van a Banana X, ez is nagyon tiszta, szép kis banános, V-Bucks, átitáska, egy emote, utána ez a pandemonium, na jól van, utána lesz ez a spray, egy betöltőképernyő, 50-esnél pedig a Solid Scratch, oké, okay. Tényleg a Scratch-et, azt majd megnézem, azt feloldottam-e. V-Bucks, Graffiti, egy glider, wow, nagyon komoly ez a glider. Itt van a Ghost emote, egy zuhanás, banner, V-Bucks, betöltőképernyő, itt egy tánc, macskás, és itt van hozzá musicals, hogy mi ez, de kemény ez a macska. Mindegyik szezonban úgy tűnik kell egy ilyen fajta skin, úgy tűnik mindegyik szezonban van valami ilyen furcsa. Ez is egy glider. Oké, itt a betöltőképernyő, hátitáska, banner, beep-beep. Hogyha tényleg lehetne menni kamionnal, akkor az jó lenne. Akkor ez egy pickaxe, így párba. 80-ig nézzük mi van. 72-es zuhanás, betöltőképernyő, glider, Llama Coin Express, emote, V-Bucks, Agent Peely-nek még egy skin, aztán spray. Itt van a Wrap, és a 80-asnál a Sky. Jó, neki is van két választása, ugyanúgy lehet válaszgatni. Coin Flip. És megmutatja, hogy milyen lett. Aha, fej vagy írás. Az aranyérintés, Banana Bomber Glider, egy zuhanás, V-Bucks, itt van a pickaxe. Jó, van a boss fight-os betöltőképernyő, banner. 9-esnél Golden King, ez is jól néz ki. És akkor itt az utolsó, van még egy zene, banner, V-Bucks, itt egy hátitáska, banner, egy szem, emote, és utána Midas Memory skin a fegyverekre, utána ez a tánc. Oké, és utolsó előttinek V-Bucks, 100-asra pedig megkaphatjuk ezt. Nem semmi. Jó, van, akkor vegyük meg ezt a Battle Pass-t. Láthatjuk, van a sima 950-ért, meg van 2800-ért, hogyha 25 levelt ad. Hát én megveszem a simát csak 950-ért, és akkor utána majd fejlődök. Nem kell nekem sietni sehová. Akkor a Battle Pass-t fel is oldottam. És akkor itt vannak a dolgok. Itt van ez a Maja, és itt van Agent Peely. Úgy tűnik Majával szerintem többet fogok úgy lenni, mert nála sok mindent be lehet állítani. Mai videóra akkor ezt az Agent Peely-t alkalmazzuk. Neki vannak stílusai, a sima, a ghost, a shadow, és érjük el a 300-as szintet. Na hát, az tényleg megnézem azt a scratchet. Itt van 8-ball versus scratch. Hogy van, velünk volt ez a sima, volt a scratch, volt a gold, és corrupted. Ez még nincs is. Hát én eddig jutottam el, és akkor most ennyi. Hát de ez miért nem szólta? Hát akkor feloldom rendesen. Ó, hát na jó. Mondjuk nekem amúgy is a fehér az jobban tetszett, de azt hittem, hogy akkor na jó. Oké. Semmi gond. Na most még nem is foglalkozom a kihívásokkal, hanem csak megyek egy Team Rumble-t, megnézzük, hogy változott a pálya. Na, lássuk a helyzetet. Hát, ja, itt van egy kérdője, az új, itt felül, ott van valami, itt a Slurpee mellett, ja, akkor eljövök ide. Ja, meg középen, az is megváltozott. Oké, hát akkor nézzük ide, mit raktak. Ó, a challenge-et ki is írja. Na, érkezzünk ide, lássuk csak, milyen ez. Spilex. Nek van jelentősége, hogy ki ez. Na, ide landoltunk, oké, ez itt a rig, új location. És úgy látom, hogy adtak 150 építőanyagot mindegyikből. Oké, itt van egy láda. Jó, 130 XP a chest. 95 az ammo box. Oké. Hoppá. Bejött a remote C4, az visszajött. Na, az úgyis kell, hogy fel akarok robbantani. Ezt fel lehet venni? Lássuk, a C4-jel fel lehet-e robbantani ilyen helyeket, ahol vannak halak, oda dobom, és akkor robbantok egyet. Ez így kész van? Azt írta, hogy ammo boxot kerestem, pedig ez nem is. Ja jó, napi kihívás kész. Ja, és akkor meg is van a 3-as szint egyből. Na hát ez gyors volt. Ja igen, az első pár szintnél még gyorsan lehet fejlődni, utána majd lassabb lesz. Azért remélem túl sokkal nem növelték az XP szükségletet. Wow, itt van egy érdekes chest.
Okay. Kaptam C4-et. 6 darab lehet nálunk a C4-ből. Tényleg nincs is glider redeploy, vagy van egyáltalán? Úgy látom, hogy az maga az eszköz, az nincs nála. De... Ja, de... Okay. Szóval most nem foglal semmit az a glider. Na jó, ez is jó újítás. Most nézem tovább, a 125-ig kell eljutni a killekbe, itt a Team Rumble-be. Szóval az is, na a Team Rumble-t érdekesebbé, vagy hát élvezhetőbbé tették, úgy tűnik. Ó, és még így is mutatja a térképen, be lehet eltenni, hogy mutas. De jó, hát ez így, fú, ez így nagyon jó. Ott az ott mit mutat? Mi van ott egy kis nyíl? És eltűnt. És már kettő jel is van ott az egyik, ott meg a másik. Az mutatja az ellenségeket. Vagy az a halálok, hogy ott meghalt valaki. Lehet, hogy ezeket mutatja. Jó, megvolt. Lássuk a supply dropokkal mi újság van. Hát túl sok változás nem történt. Mit lövöd ez a kis pisztolyával? És itt a vége, pedig pont ott volt valaki. Oké, hát jönnek az XP-k, megy a fejlődés a 100-es szintig. Itt van akkor az újabb szezon. Lehet akkor most már játszani újra úgy, hogy feloldunk dolgokat. Találkozunk legközelebb.